Lángi Mola, belső építész, díszlettervező. Legutóbbi nagy sikere az Oscar jelölt Testről és lélekről című film díszlete volt. A Képzőművészeti Egyetem intermédia szakos hallgatójaként merült el először komolyabban Moholy világában. Nagyon sok olyan feladatot is kaptunk, ami a Bauhaus alap képzésén is szerepelt. Sok minden, sok tanáromnak a kedvencei között volt, ezért gyakran volt egyszer egy olyan feladatunk, hogy filmszalagra kellett rajzolnunk, és azt animációszerűen levetítettük, és akkor az volt a vizsgánk. Ugye ez hogy sikerül, ami erősen összecseng az ő meglepő anyag használatával, meg hogy valójában mindent csak eszköznek gondol, és bármilyen különböző anyagot és tárgyat, formát a saját elképzelései alapján összepárosít, és abból egy ilyen más, átértelmezett, érdekes dolog sül ki. Ez a fajta gyermeki őszinteség, ahogy meg lehet a dolgokat közelíteni és megváltoztatni azoknak az alaprendeltetését, az mindenképpen ott ért engem. Először nagyon érdekes is volt, mert nem ez a fajta szabadság és kötetlenség, ez korán jött, viszonylag korán kezdtem ott a tanulmányaimat, és nagyon sokáig, a mai napig elkísér ez a hajlékonyság és kíváncsiság. Nagyon meghatónak tartom majdnem az összes grafikáját, hogy ránézel, írtó, ilyen csöndet és nyugalmat sugal, és amikor megteremti, hogy minden ilyen nyugodt, akkor egy egyensúlyi helyzetet felvázol, vagy feldob, vagy megjelenít. És tulajdonképpen ezekben a munkákban megvan számomra minden, ahogy szeretném az életemet élni, hogy egyszerű, fókuszált, pontosan tudod, hogy miről van szó, de az őszinte egyszerűsége, a gyermeki játékossága az annyira érdekes nekem, hogy örülök, hogyha ezt a fajta lebegést, ezt el tudom érni bármilyen munkám, vagy az életem bármely pontján. Szerintem az a film nagyon jó példa a fényárnyék játékosságára és annak az erejére, hogyha visszagondolunk, akkor nagyon sokszor van úgy, hogy a Mária kilép a fényből, vagy csak a lába bukkan elő, de ahogy mondjuk egy annál, amikor felvételt nyer az új munkahelyére, akkor is azt lehet látni, hogy halad a nap, és akkor ő húzódik hátra. De nagyon sok olyan eszközt szeret használni az Ildikó és az operatőre, ugye a Herbai Máté, ami segítette ezt az árnyékban élést, felvállaljuk-e magunkat, vagy nem. Így volt megtervezve az éttermi díszlet is, az is egy nagyon érdekes, már-már szakrális tér volt, ott nem voltak ablakok, egy négyzetes tér közepéről jött a fény, és hogyha a peremen foglaltál helyet, akkor árnyékban voltál, ha középen, akkor fényben, és a Mária általában a fényárnyék határvonalán az árnyékban maradt. Tehát a fényen nagyon sokat játszottunk, hogy lehet az ő bátortalan kísérleteit jól megjeleníteni.